Siffer András azt mondta az előbb Harangozó Tamásnak, elárulom, nem nagy titok, hogy gratulálok. Ez egy ellenzéki, szolidáris gratuláció volt, vagy egy udvariassági gesztus? Jó reggelt! Szerintem ez egy helyén való gesztus volt. Jó reggelt! Úgy értékeli, hogy az MSZP szívesen értékeli nyilván ezt a dunafölvári polgármester választást, mi szerint is megmutatkozott, hogy mit gondolnak a polgárok a kormányzatról, vagy ez egy helyi választás, és nem vonunk rá többet és más belőle, mint amit ott helyben kell? Szerintem is. Tehát nyilván annak önmagában van egyfajta jelzésértéke országosan, hogy a Fidesz alul marad egy olyan választás, egy olyan helyen, egy olyan tisztségért folytatott küzdelemben, amit korábban megnyert 2010-ben. Másfelől viszont az, hogy az MSZP egy független jelöltet futtatott, tehát nem tették ki a választási kampányban a pártlogót, azért nyilván rámutat arra, hogy itt, hát, hogy mondjam, lehettek helyi sajátosságok. Hát azért, aki Dunaföldváron nem ment szavazni, pontosan tudta, hogy ki az a jelölt, hát hiszen a helyi MSZP vezető, a megyei alelnök. Én ezért nem nagyon szeretem, amikor itt ilyen független jelöltekkel játszadozunk, mert azért általában már egy városi szinten azért nagyjából lehet tudni, és csak arra értettem, hogy nyilván ennek oka volt, hogy nem pártlogóval ment harcba a jelölt, ezért mondom azt, hogy is. Na de ennek van kontrája, és azt mondta Harangozó Tamás, hogy úgy volt, hogy a Fidesz meg pártlogó nélkül megy, tehát az volt a megállapodás, hogy mindketten függetlenek lesznek, a Fidesz meg kirakta a pártlogót. És vesztett. Nem vagyok járatos annyira, mint Harangozó Tamás a Tolnamegyei, hogy főként a Dunaföldvári helyi politikában, én csak azt mondom, hogy nyilván van egyfajta országos jelentősége, és egész biztos, hogy azok, akik dolgoztak a jelölt mögött, akár ugye, Harangozó Tamás csapata, azok egy kiváló munkát végeztek, másfelől viszont nyilván, hát hogy mondjam, majdnem azt mondtam, hogy megszorításokkal kell kezelni, de hát ezt a szót inkább meghagynám a fideszeseknek, szóval nyilván kellő mértéktartással kell kezelni egy ilyen fejleményt, mert nem véletlen az, hogy független jelöltként szállt ringbe a jelölt, és nem pártlogó. Viszont, ha már vidéki választásokról beszélünk, akkor nagyon sokan az LMP szemére hányják? Kerestem a jó kifejezést, igazából ezért nem lehet szemrehányást megfogalmazni fiatal párt felé, hogy a vidéki hálózata igencsak foghíjas. Nyilván ezért járják az országot, elég sokat járják az országot az LMP-s képviselők is. Ilyenkor főleg a szervezés a feladatuk? Tehát, hogy igenis legyen 2014-re egy teljes országot lefedő LMP-s hálózat? Hát természetesen, tehát én most hétvégén is a vidéket jártam, én fél év alatt, hát nem szószoros értelemben bejártam az egész országot, vagy 220 településen fordultam meg. Én egy hétvégén? Nem egy hétvégén, fél év alatt. Ja. Meglepődtem, hogy mikre képes. Hétvégén Bács-Kiskun megyét jártuk ott a társakkal. Hát én a csodálkozásokon szoktam csodálkozni, tehát a hozzánk képest korban még a legkevésbé idős párt, ugye a Jobbik is 2003-ban alakult párttá, tehát van egy 6 év előnyük hozzánk képest, az összes többi párt pedig minimum 20 éve, hanem sokszor 20 éve van jelen a magyar közéletben, helyben és országosan. Teljesen természetes, de hát ebből nem csináltunk titkot 2010-ben, amikor bekerültünk a parlamentbe, hogy a két választás közötti időszak az LMP esetében az építkezéssel telik. Mi a legnehezebb ebben? Ebben szerintem semmi csodálkozni való nincsen, és aki ezt esetleg nekünk a szemünkre hányja, az azért emlékezem vissza arra, hogy 20 éven keresztül hallhattuk a nagy okosságokat mindenfelé a valóságmagyarázóktól, hogy Magyarországon nem tud új párt bekerülni a magyar parlamentbe, és főleg a semmiből nem tud egy új párt bekerülni. Mi rácáfoltunk erre, és hát arra készülünk, hogy ezekre a nagy igazságokra rácáfoljunk. Mi a legnehezebb a szervezésben? Az, hogy embereket találjanak, akik nyíltan vállalják a hovatartozásukat, vagy mondjuk egy infrastruktúra és annak a finanszírozása? Hol itt az igazi nehézség önöknek? Nagyon könnyű lenne az utóbbira ráfogni minden nyűgünket, meg a szervezés nehézségeit, de az az igazság, hogy mi úgy kerültünk be a parlamentbe, hogy nem volt infrastruktúránk praktikusan. Úgyhogy én úgy látom, és hát ez most már 3 év tapasztalata, hogy a legnagyobb nehézség az az, amit először említett. És ez nem pusztán az LMP-nek szerintem. Tehát egy olyan társadalomban, ahol bármennyire is elégedetlenek az emberek, minél inkább van akinek veszíteni valója, nem csak országosan, de a helyi társadalomban. Tehát valaki egy megbecsült ember, jó állása van, annál inkább az egyéni menekülési stratégiákat keresi, és vidéken, vidéki kisvárosokban számomra az a legtragikusabb tapasztalat, hogy miután az LMP-nek azért van egy ilyen, hogy mondjam, a korfája nem egyenletes, tehát inkább fiatalok vannak nálunk, vagy inkább fiatalok keresték az első években az LMP-t, hogy fiatal értelmiségiek, akikre számítanánk egy-egy kisvárosban, már azt nézik, hogy hogyan hagyják el ezt az országot. Tehát ez korán sem az LMP problémája, hanem az egész ország. Ez egészen tragikus. Mert hogy mi lesz velünk így? Na,
Egy másik téma, mert igazából ezért hívtuk az új polgári törvénykönyv témája. Azt mondja, hogy a törvénykönyvnek védenie kell az emberi méltóságot, a kis és közepes vállalkozókat, a fogyasztókat és a jövő nemzedékek érdekeit, hát az utóbbit most valamelyest említette is egy másik összefüggésben. De az új polgári törvénykönyv ezeket az elveket nem tartalmazza, nem védi? Azért említi ezeket kvázi szemrehányásként? Én azt fogalmaztam meg, hogy az LMP szerint egy ilyen rendkívül összetett és bonyolult 8 könyvből álló kódexnek milyen érdekek, értékek védelmére kéne helyezni a hangsúlyt a 21. század Magyarországán. Az más kérdés, hogy természetesen hát ezt mondtuk el a vezérszónoklatban is, hogy ezeknek az érdekeknek az érvényesülését nem látjuk maradéktalanul viszont a törvénytervezetben. Nyilván hát a következő hetekben emiatt fogunk módosító javaslatokat. Ugye szerdán kezdődött a parlamentben a vita, ez valóban hetekig fog tartani. Akkor azt mondták, hogy nevesítetten kellene védeni a polgári törvénykönyvben az emberi méltóságot, meg az információs rendelkezéshez fűződő jogokat, de hát az emberi méltóság védelme az tulajdonképpen az alaptörvényben is benne van. Azt gondolom, hogy egy demokratikus alapelv. Ezt külön kellene kezelnie a polgári törvénykönyvnek is? Ja, hát a kommentárja, indokolása a törvénytervezetnek is azt mondja, hogy hát fölösleges a polgári jogban ezzel foglalkozni, hiszen az alaptörvény maga rögzíti, és hát mindenféle büntető jogi védelem is jár a különböző méltóság sérelmekért. Csak hogy pontosan akkor, amikor magának a személyhez fűződő jogok katalógusának is egy alapzata az emberi méltóság, akkor az a helyes, hogyha ezzel kezdődik a felsorolás, már csak azért is, mert számtalan alkotmánybírósági határozat volt 1990 óta, amelyik pontosan abban az irányba próbálta eltolni a jogalkotókat, jogalkalmazókat, hogy a különböző alapvető jogokat, kulcsfontosságú jogokat lehetőleg minél több fajta jogág védje. Ezzel nem csak a védelmet erősítik, hanem adott esetben a leghatékonyabb és legarányosabb eszközt lehet felhívni egy-egy alapvető jog védelmébe. Arról nem is beszélek, hogy az elmúlt két évtizedben rendszeres probléma volt abból bíróságokon, hogy az alkotmányból, alaptörvényből mennyire lehet közvetlenül érvényesíteni egyes jogokat. Magyarul azt akarom mondani, hogy azáltal, hogy az alaptörvényben ez egy kulcskategória, az általános személyiségjog, emberi méltósághoz való jog, ha ez nincsen benne a polgári törvénykönyvben, akkor az érvényesítése sérelem esetén sokkal, de sokkal nehezebb. Van itt két dolog, az egyik nyilván sokakat érdekel, a másik rossz esetben sokakat érinthet. Az egyik az üvegzseb törvénnyel kapcsolatos hiányok felfedése, ugye ezzel is foglalkoztak, miszerint is a Fidesz, mintha ezt ki szeretné venni a jogalkotás menetéből. A másik pedig a természeti katasztrófák következményeiért való felelősségvállalás, ami erre mondtam, hogy szerencsésebben keveseket érint, de ha érinti, akkor nagyon láss például itt a vörösiszap ügyét, amit az első pillanatra a természeti katasztrófának állított be mindenki. A zöld párt révén ez nyilván önök számára egy alapvető kérdés, de a másik is az lehet. És a kettő összefügg. Tehát most ugye arról van szó, hogy a Fidesz összetöri az üvegzsebet, azt az üvegzseb szabályt hajítja ki a kukába, ami 2003-ban került be a PTK-ba, és ez a cinizmus ne továbbja. Ugye ellenzéki pártként a Fidesz is nagyon örült, amikor jogvédő szervezetek, én magam is sikeres pereket vittünk szembe az akkori kormányzattal, nemzeti vagyonkezelővel, más önkormányzati állami szervekkel. Ez azt jelenti, hogy ha ez a 2003-as üvegzseb szabály kikerül a PTK-ból, akkor jövő évtől nem lehet állami önkormányzati szerződéseknek közbeszerzési pályázatoknak utána menni. Ez ezt jelenti. A két dolog. Nem ez a cél. Hát élek a gyanúperrel, hogy ez a cél, hiszen annál könnyebb az oligarchák útja, minél kevesebb kíváncsi tekintet néz utánuk. De ráadásul a két dolog összefügg, mármint a környezeti károkért viselt felelősség és az üvegzseb, hiszen ne legyen illúziónk. A különböző, főleg államilag segített tőkés csoportok maguktól nem fognak ökológiai érdekeket, ökológiai szempontokat tekintetbe venni, érvényesíteni. Ahhoz, hogy rá lehessen szorítani különböző nagyvállalkozásokat, oligarchákat, különböző tőkés csoportokat arra, hogy a természeti értékeket, a jövő nemzedékek érdekeit vegyék figyelembe, ahhoz kell az átláthatóság, kell az üvegzseb, kell, hogy a kíváncsi tekintetek lássák azt, hogy egy beruházás pontosan miért, hogyan, milyen eljárásban valósul. Hát a kormányzó többség úgy gondolja a parlamentben, hogy nem így lesz, akkor nem így lesz, de ugyanez van. Hát majd így lesz 14 után. Hát ugye.
Hát azt meglátjuk viszont. Ugyanez lehet az alaptörvény módosítása, az benyújtott LMP-s javaslattal is, hogy akkor lehessen csak a regisztrációs részét az alaptörvénynek, alaptörvény választási törvénynek bevezetni, hogyha azt népszavazás erősíti meg. Hát ezt el tudja képzelni, hogy a parlamenti többség megszavazza ezt a javaslatukat? Hát hogyha következetesek saját magukhoz, akkor nyilván megszavazzák, hiszen hát a Fidesz részint ellenzékben maga is nyúlt a népszavazás eszközéhez, és azóta is Orbán Viktor nagy kedvel nyúl a különböző olyan intézményekhez, ahol úgymond az állampolgárok hangját meghallhatja, hát most is meghallhatná az állampolgárok hangját. Levelezzen? Levelezzen, bár fölvethető, hogyha a választásokat is előzetes regisztrációhoz köti, akkor esetleg a nemzeti konzultáció esetében is bevezethetnék az előzetes regisztrációt. Hát a következő hetek sok kérdést vetnek fel. Kíváncsian várom a válaszokat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.